magad. Nem tudsz? Hoppá! Amikor ahhoz képest elég gyors. Ah, oh, de bebasztam a lábam amúgy! Sziasztok országosok, ez itt a No Life, és kijött ma a Five Nights at Freddy's negyedik része, a finálé. A szokásukhoz hívően, hát betartották a release date-et, úgyhogy... úgyhogy de még nem augusztus 80, úgyhogy... Nem baj, nem baj, ne szaporítsuk tovább a szót, jöjjön. Csapassuk. Csapató. 5 nap a partig. Igen. Nekem már most parti van. Hú, az melyik? Igen, de ez meg mozogni kell, nem? Igen? Nem. Vaddit, mit csinált most? Bezárt a szobádba már megint. Ne jegy meg, veled vagyok. VSD. Ja, ez a betegség megint. Szóval egy kis gyerekkel vagyunk, én annyit tudok. Igen, és ezek a kis hogy egy... állatok a barátaink. Igen. Kivesz ilyet a gyerekének gomolyat. Mondjuk én vennék lehet, de meg te még biztos, hogy vennél. Én üvöltöznék egész éjjel, ne tudjon aludni. Menjünk ki. Nem mert, tudunk mert... ki, menjünk oda Macihoz, az ágyhoz. Nem ágyhoz. Hoppá, hoppa, sír. Még eddig is sír. Igen. De most de ez, ez én vagyok. Ja. Holnap az egy másik nap. Game over. Game over. Első rész, és milyen szép. Szép, nagyon tipo. Szép lett. Ez már a game, és ez nem, még csak a töltőképernyő. Szerintem még csak töltőképernyő, igen. Aha. Szóval ma tudunk mozogni. Ne őríts meg. Ja igen, mert most... Ú, de jó. Ja, Istenem! Tehát így tudunk mozogni, ez nem olyan jó ez. Warning. Figyelj, nagyon. Hogyha hallasz lélegzést, akkor tartsa csukva az ajtót, hogyha nem hallasz lélegzést, akkor világíts oda. Keep moves down, vagy... Ja, így megyek vissza. Aha. Oké. Okay. És hátra is tudok nézni, hogyha így le... Aha. Aha. És... hold shift, control, csukod be az ajtót, shift-tel használod a... Azt? Uh-huh. Flashlight. És X-el lehet bezárni, vagy mit mondod? X-el, igen, X-el tudom bezárni. A tippeket. Bezárni. Hát ez sima. Akkor az arra jöjjünk rá, hogy miért kell, tehát mikor kell becsukni, mert gondolom, hogyha alapból... Gondolom, ha jönnek a haverjaid. De hogyha alapból becsukod, akkor mi van? Hát nem tudsz nem becsukni 3 ajtót egyszerre. Mert 3 ajtó van, ha megnézed. De van egy gardú, ja, meg két. Ja, hogy így valószínűleg fogja. Aha. Kipróbálom. Próbáld ki. Aha. Aha, itt tartod. Aha. Kisgyerekkel vagyunk. Nagyon jó. Ja, olvastam amúgy Steamen, hogy miket írnak, és azt mondják, hogy ha, igen, tehát amit a játék elején mondott, hogy ha nincs lélegzés, akkor ne csukd be az ajtót, mert attól függetlenül lehet, hogy a hátad, vagy a szoba végében uh-huh. ott van valami. Uh-huh. Ha nincs lélegzés? Ha nincs lélegzés, tehát ilyenkor például nem érdemes, mert amikor majd most elengedem, akkor biztos, hogy az arcomban van, nagyon-nagyon durván. Aha. Arra jönnek, ha lehet, hogy nyitogatod ja, az ajtót. Ja, itt van egy másik ajtó. Azt mondom. Ott egy óra. Óra. Hátul mögött. Mi a rákos isten volt az? De és az ágyjal mit csinálsz? Hát ezt nem tudod becsukni meg. Rávilágítottál, eltűnt. Jaj, hogy ez a lényeg. Nem. Nem, szerintem az arra... Nem, hát ha az ajtót az be kell csukni, ha jön. Viszont mögötted lehet azokra ez a kis gyökérre. Vagy nem tudom ez most mi volt. Nem tudsz? Hoppá. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy lehet, hogy az első éjszaka még nem olyan durva? Másik oldalon lesz. Lélegzés, lélegzés. Én nem hallok lélegzést, ha hallasz. Nem. Nagyon nézzünk ide vissza azért. Jó, ez elment. Hátunk mögött. Ez ilyen... húgépzését. Igen. Ezért néha benéz, bekukkan. Ez csak tudod, ez a beeltetős része. Tehát amikor a horrorfilmben a néger még csak tudod jópofizik, de mindenki tudja, hogy ő fog megvárni igen. először. Ez még az a rész. Ott volt! Volt, bizony. De most mit hoz neked egy tortát?
Igen, tehát azt nem szabad beszopni, hogy ugye látod, hogy ott van, de nem szabad ez emiatt becsukni az ajtót, igen, mert nem lélegzik. Tehát, amíg nem lélegzik, mert ugye nyilván egy robot, úgyhogy nyilván lélegzik, uh-huh, mi más csinálna. Ott ez nem lesz ott. Nem lesz ott. Hát, ilyen lájtos ez a game. Mindjárt 5 óra. Meg ez a... Aha, már most kettő. Már kettő van. Ez nem tudom, mit jelent. Én se. De biztos, hogy jelent. Meg ez egy borzalmas megoldás, hogy a padlót nézni, amikor igen, futsz. Tehát amikor feljön a kamera... Az a legdurvább. Hát nem mondjuk végül is reális, mert négy kézláb megy a kisgyerek. Hát mondjuk ahhoz képest elég. De bebasztam a lábam amúgy! Nem vagytok? Nem jöttetek túl korán? De. Na, de menj már oda-vissza! De a csirke az volt, nagy komám lett. De az. Azaz. Ültünk. Ennyike. Tisztelet van. Na, a sztori. Most jön a sztori. Azt mondod? Szerintem igen. Ja, igen, mert hogy így otthon hagytak a szobába. Igen. Tehát, hogy már megint otthon hagytak. Igen. És hogy ők a barátaid, ezek a kis plüsállatkák. Igen. Szóval? A partig négy nap. Ja, mert biztos ilyen igen, Freddy stílusú partit akarnak ja, csinálni. Igen. Na most megint elbújt valaki. És a space-el nyomkodod ezeket el. Aha. És most itt van az ajtó. Nyitva az ajtó, itt nincs meg. Nincs meg, jó. Nem hagyja abba, amíg meg nem találod. De jó. Uh-huh. Hát de az az, nem? Tehát azt ott megtaláltad. Hát de, jó, most már ki tudunk jönni majd a lakásba. Nem akarok. Nekem jó volt a szobába. Tárva. Over there. Oda, arra fel. Hát mennyi? Nem tudsz oda menni hozzá? Hát ha az arcunkba ugri. Nyomja hát, a space-re vagy valami. Ha. Akkor a másik oldalra megyünk. Én vágom. Jaj, a darabok. A róka darabjai. Ez mi a szíve? Ez a pici sárga? Lehet. Valami. Hát én nem is érdekel igazából. Nyomja rá a rókára valami. Én nyomok? Semmi. Olyan akkor csak over there valamit csináljunk, hogy mindenhol ott a Maci is néz téged. Tévét nem tudod bekapcsolni? De. Úgy alakult, hogy betudom. Holnap egy másik nap. Jó, és akkor jön a róka. Te jössz? De nyomjad. Found with plush trap. Hold control. Use flashlight. Ah, tehát, hogy két órát lehet nyerni ezzel, hogyha az X-en állítod meg a nyuszit. Szerintem hagyd így a lámpát, és figyeljünk, hogy van-e valami zaj. Aha, lélegzése. Aha, elindult a kis köcsög nyúl. Rohadjon meg. Igen. Most teljesen másik irányba ment, igen, de jön. Most jön felé, de mikor ez a hang? Persze, too bad, rohadjál meg! Nem baj, de legalább vágtuk, hogy mit kell csinálni. Igen, értettük, hogy mit kell csinálni, az mindig jó. Na második éjszaka akkor, országosok. Jó kis második éjszaka. Remélem ezt mindenki szereti. Eddig az érzést átadja. Komolyan a izé, tehát akkor emberkeze lenne? Azt is lehet? Arra hagyjadok meg. Bődös nyúl. Nem tudom. Nem áll még össze a sztori. Igen. De ezekkel a kis átvezetőkkel már ilyen érdekes kezd lenni. Igen. Nézzél az ágyra, mert biztos, hogy ott van valami. Persze, hogy ott van. Ezt is láttátok, hogy a rókának ott izé? Ember keze van. Tehát ez... Vagy hát olyasmi. Igen, úgyhogy lehet, hogy a... Tudod mi a... Igen, hát lehet a tesód vagy olyan. Tesóka szopat minket. Vagy a fater. Egy jó apa. Az a legrusszabb, hogy nem tudom, hogy milyen az, amikor lélegzés van. Hogy a pici zaj az ágy. Kis Maci? Mhm. Lehet. Nem tudom. Ez a legrosszabb tényleg, hogy lehet, hogy nem hallom a lélegzést 3 óra. Na fél időbe van. Baszódj meg! De nem léne. Arkham Asylum. Mit csinál ez óra? Mit csinálsz?
Tudja valaki? Mit csinál? Üt. Éjfélt ütött az óra. Na, ezt kerestem. Ezt a... Nem egész fél percig. Azt mondom, hogy... Ez nem is teljesítmény. De én ezt a szekrényt, ezt hagyja, hanyagol a szekrényt. Le. Szekrényből majd a róka fog elemászni, de az majd a harmadik éjszakát. Mindenki tudja. Biztos, hogy a harmadik. Kintről jött. De most már egy óra, hát repül az idő. Amikor ilyen barátságos közegbe töltheti az ember. Lassabban telik az idő mindig, ugye? Vagy csak én érzem úgy, hogy... Az előző részt is gyűlöltem nagyon, de... De nem is léleg... Semmi nem volt. Semmi. Úgyhogy... Én is itt most egy kicsit megpihentem. Azt mondod, hogy kellemesen. Nem biztos? Hát ezt most így hagyjuk szerintem. Egy időre. Aztán majd folytatjuk, amikor majd megint annyi eszünk lesz, hogy ezt folytatni akarjuk. Meg hogyha azt mondjátok, hogy folytassuk, igen, akkor meg aztán főleg. Hát figyeljetek, ha szeretnétek, akkor megcsinálhatjuk ezt a második éjszakát, meg akár a harmadikat is rágyúrhatunk. Így idegileg. Idegileg főleg. Mert ez nem egyszerű dolog. De, és én ezt szabályosan szétrugom a saját lábamat, tehát már megint belerúgtam a szekrényedbe. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok ma is. Akinek tetszett a videó, és lájkolta, az havarunk, kommentelt, vagy szeretne az országos panunk. És aki még fel is iratkozott, az intergalaktikus cimboránk. Úgyhogy tisztelet.